A hatóságok szerint összesen hárman élték túl azt a tűzesetet, ami egy Moszkvához közeli pszichiátriai intézetben ütött ki. Közel 40 ember halt meg. Az első vizsgálatok alapján a dohányzási tilalmat megszegők betegek, vagy elektromos rövidzárlat okozhatta a tragédiát. Beszámolók szerint nagyon rövid idő alatt égett le egy Moszkvához közeli pszichiátriai intézet. A nyilvántartások szerint az épületben 38 beteg és 3 fős személyzet tartózkodott, de csupán háromnak sikerült kimenekülniük. A tűz hajnali kettő és három között ütött ki. A riasztó azonnal megszólalt, és a helyszínen tartózkodó ápolónő megkezdte az evakuációt. De miután az első két beteget kikísérte, már nem tudott visszatérni a házba a lángok miatt. Jelenleg 36 embert keresünk, a törmelékek eltakarítása folyamatban van, nyilatkozta a moszkvai térség megbízott kormányzója az eset kapcsán. Az intézetben elsősorban alkohol és drogfüggőségben szenvedő embereket kezeltek, többségük bírósági végzés alapján került ide. Egy néptelenséget kérő orvos szerint az itteni betegek többnyire nehezen kezelhető személyek voltak, a támadások és verekedések is jóformán mindennaposnak számítottak. Az első beszámolók alapján a tűz egy közösségi teremben elhelyezett szófáról terjedt tovább. Feltételezések szerint ezt vagy rövid zárlat, vagy a dohányzási tilalmat megszegő ápoltak okozhatták. Megszólalt az ügyben Vladimir Putyin is. Az orosz államfő alapos kivizsgálást ígért az ügyben. Többen a mostani tragédia kapcsán ismét kritizálni kezdték az állami intézmények biztonsági előírásait. Nem ez volt ugyanis az első ilyen jellegű eset. Három éve 23-an haltak meg, amikor tűzütött ki egy idősek otthonában, 2006-ban pedig 45 nő halt meg egy moszkvai drogklinikán pusztító tűzvészben.